Sziasztok! Ahogy láthatjátok, meg hogy a címet is felolvastátok valószínűleg, ez Skodás rész lesz. Mégpedig azért, mert eljött a nyár, használni kéne az autót, találkozókra járni, felvonulásra járni, ilyenekre, és ehhez szeretném egy kicsit használhatóbbá tenni. Ugye már szerintem másik videóban is említettem, hogy most jelenleg van egy olyan problémánk, hogy a hűtőventilátor meg van szorulva. Ezt fogom megjavítani, plusz egy kicsit úgymond módosítani fogom az autót, az én igényeimre, egyedi igényeimre szabni, hogy nekem egy kicsit jobban tetszem, ez lesz látható ebben a videóban. Tartsatok velem! Első körben kiveszem a hűtőt, ehhez el kell távolítani a hűtőrácsot. Amihez, ha minden igaz, csak egy csillagcsavarhúzó szükséges. Lehet, hogy lesznek fókuszbeli problémák, mert ez az objektív is úgymond beokálódott. Szóval egyelőre manuális fókusszal tudok videózni, aztán ennyibe kimerül a technika. Szóval a széles látószögű objektív is elbúcsúzik a csapattól, ugyanúgy, ahogy a kit objektív. Ugye a kit objektív az pofára esett és eltört, jó, nyilván ez a technika hibája, hanem a felhasználója. Ővele viszont a 10-20-as objektívemmel nem történt semmilyen jellegű. Szóval csak úgy fogtam el és megkent. Oké. Következő lépés. Elkezdem leoldani a vízcsöveket. Majd de újra szépen könnyen megoldódik. Nincs rárohadva. Sok jót elmond, hogyha a légtelenítő csöve. Csőnél nincs víz, igaz? Na. Azt mondja, hogy itt fogja két 8-as metrikus 8-as csavar, azt eloldom. És elvileg fölfele ki lehet buktatni a technikát, és akkor ráérek levenni a csöveket akkor is. You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved. Oké. Akkor alá fekszek és leveszem a billincseket. Jó. Oké. Billincsek eloldva. És ha minden igaz, ennek így ki kell jönnie. Ebből nagyon remélem, mert nincs kedvem venni a homlokfalat. Oké. Akkor most jön az, hogy a ventilátort levesszük. Amit amúgy is majd lehet szerintem. Ugye mennyivel egyszerűbb volt berakni, mikor nem volt fönn előre a hótoló. Bogárról van nagyon beszorult. A sárlopó köcsögdarázs, elvileg nem csip. Na mindegy. Szóval azt tartottunk, hogy veszünk ki a hűtőt. I'd find
Jaj, mit csinálsz, Laci? Vissza. Hogy? Cooler kin. És itt a beteg. Na, nézzük meg, mi baj van. Na, itt vagyunk a satupadon, na nézzetek körül, még mindig kurva egy rumli van, amit ugye produkál a technika, a villany kapcsolatra, ilyen szép búgó hangot ad, meg érzem is, hogy a ventilátor szorul. Ha egy kicsit nagyobb áramot kapcsolsz rá, akkor nyilván forog is. Az a probléma, hogy szorul a ventilátor. Szét kell szedni, elpucolni. Azt meglátjuk, hogy jó lesz-e, ha nem, akkor veszünk egy másikat. Nyilván. Hozok egy tízes dugót, és szétszedem. De még a szél megáll, és nem fogja szíjjel baszni, hanem kell. Na! Körbe kiveszem a kezem a zsebemből az e-cigarettát, még megint leég. Szuppi. Csavartartó szortiment, amúgy beleszorjuk a csavarokat. Na oké, szuper lesz ez az objektív, közben már le is áll a felvétel. Nagyon jó. Öcs. Fémböcek félre, ki is hajtom a kijelzőt, közben azért látom, hogyha elveszítetek. Na, nagyon gyári. Hát igen, valószínűleg megszorult egy csöppet a csapágykája. Sima 12 voltos kefés motor, igazándiból. Az egyik felén ugye bronz szersely van. Nyilván nagyon másik felén. Lehet, hogy nem is bontom le, hanem egy egyszerűbb megoldáshoz folyamodva, csak szimplán innen, amennyire tudom, beolajozom. Nagyon gyári. Aha, már is jobban forog. Csapa egyes felébe zsírt rakunk, szuper, és visszafűzzük a kábelezést. Hát, mivel meglátjuk. Na, kipróbáltam akkumulátorról, forog már, de még nem az igazi. Szóval, akkor kénytelen leszek szétszedni. Úgy néztem, a tengelyt erről már sem fogja. Csak egy sima zsugorkötés. Úgy. Tehát nincs semmi csapágy.
problémára utaló. Lehet, hogy hozzáért a technika, de nem. Na most viszont marha könnyen forgunk. Na próbáljuk meg újra erről a 10 amperről. Szerintem annak is elég jól meg kéne szólaltatnia. Amúgy. Meg látom, hogy a befújt VD40 itt is folyik már kifele, szóval annak nagyjából jónak kell lennie. Érdekes. Érdekes. A sprézés hatására a felvett áram lement 4 amperről 2,5 alá. Nagyon gyeri. Na, szóval, ugye, ha rendes polaritást használunk, akkor lefele fújja a szellet, ugye, ha megfordítjuk. Szóval megfordítjuk a polaritást. Igazi nyári session. Jó lesz. Na. Következő rész abban, hogy egy kicsit tovább készüljünk ezekre a nyári melegekben való andalgásra. Az pedig az lesz, hogy a hűtőből kitekerem a hőgombát, ami ezt a ventilátort kapcsolja, és leteszteljük, hogy működik-e, mert ez egy nagyon fontos elem. Na, szóval, pro tip, hogyan hogyan kedveltessétek meg a barátnőtökkel, feleségetekkel a skodázást, hozzátok ki a vízforralót, amivel elő tudtok állítani 88 fokos vizet. Most elő is melegítettem direkt a vizet, hogy hamar le tudjuk próbálni a hőgombát. Negatívat rákötöttem direkt be a lámpára, pozitívat pedig a hőgombán keresztül megkapja a lámpa. Elkezd forni a víz, elméletileg belelógatjuk a hőgombát a forró vízbe, és pár másodperc múlva, amint átmelegszik a hőgomba, vagy leég az ujjunk, kapcsol. Ha minden igaz, hopp, meg is jöttünk. Nagyon szuper. Ugye még meleg a hőgomba teste. Elkezd hűlni. Nyilván a gőzleégeti kezemet, elkezd hűlni, és lekapcsol. Szóval jól működik a hőgombánk. Ezt is kipróbáltuk, visszaépítem, azt mehet be az autóba. Fel vagyunk készülve a nyárra. Profi felhasználók megszokták még relézni itt a technikát, ugye, hogy a ventilátornak az árama ne a hőgombán keresztül folyjon, de én azért ennyire nem tolom túl. Na, betettem nagyjából a hűtőt, mielőtt teljesen kompletten összeszerelek mindent. Előtte teszek egy működéstesztet úgy, hogy áthidalom a hőgombát. Gyári, fúj szépen! Király, hogy gyors összeszerelem, aztán folytatjuk tovább a videót. Vagy lehet itt maradok, nagyon jó szellő fújjon a szar. Na, most már, hogy tudjuk hűteni a motorunkat akkor is, ha esetleg nincs menetszél, most a következő alkatrész ez lesz. Méghozzá ide fogom beépíteni a másik rugó helyére. Kerekeket lelazítottam, autót felemeltem. Nyilván ugye ahhoz, hogy be tudjuk építeni ezt a rugót, ahhoz le kell vennünk a kereket. Jó lesz, csak beszarik az objektív. Na. Ahhoz, hogy el tudjuk oldani a rugót,
legközelebb, vagy ahhoz, hogy el tudjuk oldani a lubot, ki kell venni a lengőkarnak a csavarját, plusz a stabilizátor szilántet. A stabilizátor udat el kell oldani a lengőkartól, plusz ki kell húzni lefele a lengés csillapítót. Ja, azt hiszem a lengés csillapítóval kezdem. Egy. A lengés csillapítót alját két csavar fog itt alul. A nagy látványosság nem lesz igazán, mert szerintem ki se fogom venni a lengés csillapítót, csak lecsúsztatom annyira, hogy a rugót le tudjam róla fűzni. Úgy. Nagyon gyári. Úgy. Következő a stabilizátorrúd, amihez 10-es dugókulcsra lesz szükségünk. Ami lefele könnyen jön, visszafele egy kicsit feszegetni kell. Remekbe szabott hetes savaj. Szupi. Platty. Na, ez leesett az aknába, amit halljátok, amiben víz van. A mátek majd búvárkodni. Itt alul el kell oldani ezt a koronásanyát. A biztosító szeget egy kombinált fogóval, vagy egy csőrös fogóval kiegyenesítem, kihúzom. Úgy. Hogy kivesszük elvileg, pontosan 19-es dugó megy rá, reméljük a túloldalt nem fordul el, akkor nem kell biztosítása, így van, nem fordult el, nagyon remek. Még rajta az anya finoman kikoppintom a helyéről a csavart. Megy a felvétel is, de király! Úgy. Anya, biztosítószeg. Elrakjuk félre. Na most két opció van. Vagy hátulról szépen kihajtom. Vagy egy kiütőszeggel kiütöm. Ugye nyilván a kiütőszeges verzióval az a probléma, hogy bemarad a kiütőszeg. Megpróbáljuk kihajtani. Nagyon szépen jön kifele, ahogy kell. Hát itt vagyunk már, akkor le lehet törőgetni majd a lengőkarokat is, már elég koszette. Pedig mosva van a kocsi rendesen. Na mindegy. Utána el kell majd vinni futóműveshez. Ugye az az alsó csavar, amit veszek kép, az egy állító csavar is egyben. Szóval azért. Szuper. Lenyomtam a lengőkart. Elméletileg. Aj, de az meg. Elméletileg. Ki kéne jönni a rugónak, kurva anyját. Itt van. Egyik rugó, másik rugó. Ez ki, ez be. Ennyi. Úgy. Lehet összefele rakni.
Na, a rugó minden a helyén, és amúgy nyári forma, mit tudom én, talilárda, akkor fölkerülhetnek ezek a szélesített lemezek is, amik némi nemileg eltérnek a gyári formától. Több beszélgetés és vita tárgyát képezte már, hogy ez vajon bogár, vagy pedig valami holland export felni. Nem tudom, nekem tetszenek. Egy baj van, a gyári kupakot nem lehet rárakni, de hát se baj, Tóbiás. Anélkül is jó. Úgy. Na, leengedem az autót. Megcsinálom a másik oldalt, aztán találkozunk a beltérben. Na, hát azért, na, most, hogy kivettem alól az emelőt nagy nehezen, szerintem nekem tetszik. Turn away and wrestle with my doubts. Oh, I leave them all behind, but don't know how. Bury my head deep within the crowd, but I'm reaching for your hand to pull me out. Azaz, benne ez a szép kis gyors becsavarozom, aztán jöttök be ti is, ezt meg megmutatom a kormányt. Na, most már, hogy kényelmesen ülünk, átvehetjük a kormányt is. Igazániból egy lapos csavarhúzóra van szükség, innen hátulról fogja két csavar, ezt jelen esetben csak egy. Megvan a csavar. Figyeljünk oda, mert ugye mivel szemben állunk vele, így megfordul a menetirány, ne meghúzzuk. Nagyon gyári. Úgy. Szuper. Itt pedig, ha minden igaz, amiért 24-re emlékeztem, de akkor 22 fogja, meglazítjuk az anyát, nem vesszük le teljesen, mert orba vághatjuk magunkat, mikor már meglazult a kormány, akkor vesszük le az anyát, lehetőleg egyenesbe tekerjük a kereket, igen, úgy. Kormány le, csak sportosan a tetőről lekapjuk a másik kormányt, úgy, ricnire illesszük. Rákapatjuk a csavart, meghúzzuk, így, már is kész a fasz a új kormány. És hát még a takaró burkolatot ráteszem, hogy ne látszódjanak a csavarok, de az már ugye nem truváj. Ja! És mivel engem is, mint a legtöbb skodást elért ez a betegség, hogy a zúvja a hátsó ablakon keresztül megeszi az üléshúzatot, és most nem szeretném újra kárpitoztatni az üléseket, ezért kicsin családom meglepett egy ilyen üléshúzat készlettel, köszönöm nekik innen is. Ezt gyors földobom, és akkor úgymond a beltérbe lesz fejezve. Van ott a polcon, ez egy GLS műszerfal, de most sajnos nincs időm egy ilyen volumenű projektre, hogy egy műszerfalat kicseréljek. Majd lehet, ez is egy külön videó lesz. Ja, bedobom az üléshúzatokat, aztán megnézzük, hogy néznek ki. 120 el. Motor, a szél.
és süvít, és mindent elsodor. Velem a kocsi, mert régen messze jár, pedig csak félig nyomom a gázpedált. Újabb lába, csikorom a fékezek, ebébi, ez az, amit élvezek. Fájt a lába, horezik a sárga, egyes padló, az enyém a pálya. Fenyűsz itt a motor, még valami fele vagy, Skoda 120, yeah, mindig oda csak 120 el. Ez a márka, minden Skodásnak, ez az álma, 120 el. Ez a márka, esélye sincsen, hátám a várka, 120 el. Ahogy láthattátok, felkerült az üléshúzatok, hátra is a kerekek. Igazándiból én ennyivel tettem, vagy teszem egyedibbé az autót. Nekem ez így tetszik. Ja, üzembiztosabb is lett a technika. Meg ti is kaptatok legalább egy kis tartalmat. Megvan a Skoda, teszi a dolgát, jön, megy. Lesznek még vele majd projektek. Igazándiból kiszúrhattátok, hogy téli gumik vannak fönn a felniken. Azokat azért nem cserélem le, mert lesz egy nyári felni, egy alufelni. Reméljük az is minél hamarabb, plusz ugye amit említettem, a műszerfal is be fog majd kerülni. Csak emellett még azért más projektjeim is vannak, de igyekszek erre is időt szakítani. Remélem nektek tetszett ez a videó, tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Szevasztok!